Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Zöldkereszt túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én itt vagyok Balatonfüred környékén, a Zöldkereszt túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. Köszönöm szépen! És én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, mert arra felé folytatódik tovább ez a bizonyos Zöldkereszt túraútvonal, tehát én a továbbiakban arra felé fogok haladni. De még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek konkrétan, hogy a ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, tehát ez következik most. Közben megmutatom néktek a közvetlen környezetet is, ahogy látható ezen a felvételem. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet. Hát én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. Abban az irányban van a 73-as számú főút, illetve a Nosztori autós pihenő is arra felé van. Tehát abban az irányban van a 73-as számú főút, a Nosztori autós pihenő is konkrétan abban az irányban van, és én abból az irányból érkeztem. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát én a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És én a továbbiakban konkrétan arra felé fogok haladni, ma arra felé folytatódik ez a bizonyos Zöldkereszt túraútvonal. Tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább a sétámat itt Balatonfüred környékén, a Zöldkereszt túraútvonalon, hiszen ezt a vasárnapi napot én úgy gondoltam, hogy arra szánom ezt a vasárnapi napot, hogy itt Balatonfüred környékén bejárom a Zöldkereszt túraútvonalat, és valójában ezt láthassátok ebben a videóban, meg már az ezt megelőző videókban is ezt láthattátok. Nézzétek meg a ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor én folytatom tovább a én kis sétámat itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos Zöld kereszt túraútvonalon. Hát tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Hát erről a Zöld kereszt túraútvonalról azt kell tudni, konkrétan, hogy ez elindul ugye a Nosztori autós pihenőtől, a Nosztori kalandparktól, és végül bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba. Hát konkrétan abba a zöld sáv túraútvonalba fog beletorkolódni, amely konkrétan Balatonfüred és Hidegkút között található, mert ugyanis Balatonfüred és Hidegkút között van egy zöld sáv túraútvonal, és ez a Zöldkereszt túraútvonal tulajdonképpen abba fog végeredménybe végül beletorkolódni. Hát ezt lehet tudni erről a Zöldkereszt túraútvonalról. Ugye elindultunk ugye a Nosztori autós pihenőtől, illetve kalandparktól, nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és sétálok egészen a zöld sáv túraútvonalig, ahol végül véget fog érni ez a Zöldkereszt túraútvonal, és ezáltal nyilvánvaló, hogy a én sétám is akkor fog véget érni, mikor ez a Zöldkereszt túraútvonal bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba. Hát lányok és fiúk, erre a vasárnapi napra ezt találtam ki. Tudom, hogy nem nagy eresztés, de hát most hirtelen jobbgyanánt ezt találtam ki. És akkor haladok tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm
Szépen. És akkor mindjárt meg is mutatom néktek a Zöldkereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Tehát ezt pillanatokon belül meg is tudom nektek mutatni, hogy bizony-bizony én itt vagyok a Zöldkereszten. Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, tehát abba az irányba haladok tovább, majd. Csak előbb megmutatom néktek a teljesen egyértelmű jelzést. Hát íme lányok és fiúk, itt látható a Zöldkereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiabban is ezen a Zöldkereszt túraútvonalon fogok bóklászni, hiszen az ezt megelőző videóimban is konkrétan ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon bókláztam, itt Balatonfüred környékén. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És én a továbbiabban arrafelé fogok haladni. Csak vissza kijövök az útra. És én már vissza ki is jöttem az útra, és már folytatom is tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hát lányok és fiúk, tudom, hogy ez nem nagy eresztés, mert tényleg nem nagy eresztés, de hát most jobb hiány ezt találtam ki, hogy újból bejárom ezt a Zöldkereszt túraútvonalat, itt Balatonfüred környékén. Azért mondom, hogy újból, mert már tulajdonképpen második alkalommal járok ezen a Zöldkereszt túraútvonalon. Először még 2019 nyarán jártam ezen a Zöldkereszt túraútvonalon. Természetesen arról is van videó a csatornámon, mert van videó arról is a csatornámon, csak akkor éppen pont fordítva jártam be ezt a túraútvonalat, nem pedig úgy, mint most. Hát most ugye a 2019-es útvonalnak a fordítottját járom be, ugyanezen a Zöldkereszt túra útvonalon tulajdonképpen. És akkor én folytatom is tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túra útvonalon. Hát itt van egy újabb útelágazás, egy jelöletlen út halad arrafelé halad egy jelöletlen út, hogy arrafelé nem megyünk, maradunk a kijelölt úton, ami pedig ez, tehát ez a kijelölt út, és haladunk tovább rajta a Zöldkereszten. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És én már folytatom is tovább az én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hát lányok és fiúk, jobb hiány most ezt találtam ki. Hát egyébként is elég szerencsétlenül indult ez a séta, vagy akarom mondani ez a séta, mert tényleg valami szerencsétlenül indult, mert történt az, nem is olyan nagyon régen, hát konkrétan amikor elkezdtem ezt az egész sétát, történt az, hogy ugye kijöttem busszal Veszprémből a Nosztoria autós pihenőig, tehát addig jöttem ki busszal. Hát nem is ez a szerencsétlenség. A szerencsétlenség az az, hogy ugyanakkor, ugye, hogy jöttem ki a busszal, leszálltam a buszról, de az italomat, tehát az innivalómat konkrétan fönt felejtettem a buszon. Így hát a busz az tovább vitte az innivalómat, én meg úgy leszálltam a buszról konkrétan, hogy innivaló nélkül, mert ugye fönt hagytam a buszon konkrétan az innivalómat, amit én ugye szerettem volna meginni itt a túrám folyamán, de hát ebből most nem lesz semmi, mert ugye, ahogy mondottam az előzőjekben, ugye az innivalómat fönt felejtettem a buszon. Hát lányok és fiúk, elég pekhesen indult, elég szerencsétlenül indult ez a séta, így hát most folyadék nélkül járom végig ezt a Zöldkereszt túraútvonalat, még az a szerencsém, hogy ugye nem nyár van, hanem január van, és így ugye nem szomjazok úgy meg hát ugye ilyenkor nem is izzad az ember úgy igazándiból januárban. Hát lányok és fiúk, így jártam ezen a vasárnap reggelen, ilyen szerencsétlenül jártam, hogy ugye az innivalómat, tehát az útra szánt innivalómat
fönt felejtettem a buszon, a busz ugye továbbvitte az innivalómat, én meg ugye leszálltam a buszról, az innivalóm nélkül, így hát most folyadék nélkül teszem meg ezt a sétát, jobb híján, hisz itt a semmi közepén nem tudok innivalót venni, még csak forrás sincs a közelbe, hogy vizet tudnánk magamhoz venni. Hát lányok és fiúk, ilyen szerencsétlenül jártam ezen a vasárnapi napon, ennek a sétának az elején, hogy a buszon felejtettem 1 liter folyadékot, tehát a vizemet, fönt felejtettem a buszon, az innivalómat, és én meg ugye leszálltam a buszról úgy, hogy az innivaló fönnmaradt a buszon, és az tovább utazott nélkülem Tihany irányába a innivalóm, én meg ugye leszálltam a buszról az innivalóm nélkül, hát ilyen szerencsétlenül jártam ezen a vasárnapi napon. Gondolom már veletek is előfordult hasonló eset, hogy valamit ott felejtettetek valahol utazás közben. Hát én velem most speciál ez fordult elől, hogy konkrétan a innivalómat felejtettem a buszon, tehát a folyadékot felejtettem a buszon, amit erre az útra szántam konkrétan. Na, jányok és fiúk, és én folytatom tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon. Itt Balatonfüred környékén, és lassan, de biztosan ez a Zöldkereszt túraútvonal véget fog érni konkrétan, hisz hamarosan bele fogok torkolódni a Zöld Sáv túraútvonalba, ahol konkrétan véget fog érni ez a Zöldkereszt túraútvonal, és ezáltal a én sétám is ott fog véget érni, mikor majd a Zöldkereszt túraútvonal beletorkolódik a Zöld Sáv túra útvonalba. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túra útvonalon, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor szépen folytatom tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túra útvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hát lányok és fiúk, amúgy nagyon szép időnk van, tehát tényleg baromi szép idő van, tehát az időjárásra egyáltalán nem lehet panasz, mert tényleg baromi szép idő van. Hát konkrétan ragyogó napsütés van, és derült kék égbolt, úgyhogy nagyon jó időt fogtam ki erre a kis sétára, mert tényleg baromi jó időt fogtam ki. Kimondott kirándulós, túrázós időjárás van konkrétan, csak ugye levonva ezt a szerencsétlenséget, ami ugye történt velem, hogy a innivalómat fönt felejtettem a buszon, levonva ezt a kis kellemetlenséget, tök jó ez a séta amúgy, csak hát így folyadék nélkül, hát egy kicsit, igen, érdekes a sztori, tehát lányok és fiúk, van ilyen boniem, ez bárkivel előfordulhat, hogy fönt felejt valamit a buszon, vagy éppen a vonaton. Hát én ez esetben most az innivalómat, tehát a folyadékomat hagytam fönn a buszon, és én meg úgy leszálltam a buszról, hogy nem volt nálam a folyadékom, mert fönt felejtettem a buszon konkrétan. Hát lányok és fiúk, így jártam ezen a vasárnapi napon, így a sétám elején, de hát egy kis mérgelődést félretéve, más semmi kellemetlenség nem történt velem ezen a mai napon, ezen a vasárnapi napon, csak ilyen kisebb szerencsétlenség, ami ugye az én hülyeségem tulajdonképpen, mert ugye úgy fordulhatott ez velem elől, hogy az innivalómat fönt felejtem a buszon, hát előfordul, hát van ilyen boniem, ahogy mondottam, lányok és fiúk, de se baj, én pedig itt vagyok, és rögzítem néktek ezt az újabb sétálós videót. És akkor egy kis körültekintés, hogy hol is bóklászok tulajdonképpen, mert baromi szép a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, hát íme, baromi jó néz ki ez a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát itt vagyok egy ilyen kisebb völgybe tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát tényleg itt vagyok egy kisebb völgyben. Ugye én abból az irányból jövök, arra felé van a Nosztori autós pihenő, illetve a Nosztori kalandpark is arra felé van, tehát én abból az irányból jövök. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk.
Nagyon szép kis tölgyfa erdőbe vagyunk, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg baromi szép ez a tölgyfa erdő. Persze van benne némi fekete fenyő is, ottan. Hát lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet, íme. Hát baromi szép ez a kis völgy, ha elnézek abba az irányba. Tehát baromi szép ez a kis völgy hajlat itten, mert tényleg baromi szép. És így néz ki a közvetlen környezet, íme. Íme. És én mindjárt folytatom is tovább a én kis sétámat, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos zöldkereszt túraútvonalon. Tehát abból az irányból jövök, onnan jövök, így hát a további abban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat ezen a bizonyos zöldkereszt túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen, és én a továbbiabban arra felé haladok. Nos, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább az én kis sétámat ezen a bizonyos zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Amúgy itt Balatonfüred környékén három darab zöldkereszt túraútvonal található, mert tényleg három darab található itt Balatonfüred környékén. Hát a három közül ez a hosszabbik, mert ugye a másik kettő zöldkereszt túraútvonal, ami itt van Balatonfüred környékén, az rövidebb, mint ez a zöldkereszt túraútvonal, ahol most éppen bóklászok. Mert ugye már elmondtam ebben a videóban, mert elmondtam, hogy ugye ez a zöldkereszt túraútvonal tulajdonképpen ugye a Nosztori autós pihenőtől indul ki, és végül bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba. Abba a zöld sáv túraútvonalba, ami konkrétan Balatonfüred és Hidegkút között található. És akkor egy kis körültekintés, mert ez a völgy, ez nekem baromira tetszik itten. Íme. Nagyon jó néz ki ez a kis völgy. Mert tényleg baromi jó néz ki ez a kis völgy, ahogy látható ezen a felvételen. Mert tényleg baromi jó néz ki. Íme. Tehát baromi jó néz ki. Íme, lányok és fiúk. Ugye én abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. Arra van a Nosztori autós pihenő, illetve a 73-as számú főút is konkrétan arra felé van, tehát abba az irányba, onnan jöttem. És így néz ki a közvetlen környezet. Íme, nagyon szép ez a kis völgy, tehát ez tényleg eszméletlenül szép, ahogy ez kinéz. Itt az erdőben ez a kis völgyecske, itt látható ez a kis völgy, ugye? Hát lányok és fiúk, én folytatom tovább a sétámat ezen a bizonyos zöldkereszt túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább ezen a bizonyos zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor haladunk tovább. Folytatom tovább a én kis sétámat, így folyadék nélkül. Ha már egyszer a buszon felejtettem a folyadékomat, a innivalómat, hát lányok és fiúk, akkor most így innivaló nélkül teljesítem ezt a túrát. Még az, tényleg az a szerencse, hogy konkrétan, hogy január van, és nem pedig nyár van. Már valójában szerintem már rég szomjas lennék, ha nyár lenne, de így, hogy januárban így jobban kibírom, folyadék nélkül is, ha már egyszer a buszon felejtettem. Én Balga, a folyadékomat, hát így jártam, maradjunk ennyiben. Na, lányok és fiúk, akkor haladunk tovább ebben a sétával, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos zöldkereszt túraútvonalon. Hát amúgy ez egy egész tűrhető túraútvonal, igaz, hogy eléggé egyhangú, meg egysíkú ez a túraútvonal, mert tényleg eléggé egyhangú és egysíkú konkrétan, de ugyanakkor kellemes kis sétát lehet rajta végbe vinni, pont az véget, mert ilyen egysíkú nagyjából, tehát nem nagyon vannak benne emelkedők meg domborzat, mert tényleg nem nagyon van benne, meg ugye mind végig,
mindvégig egész járható utakon halad ez a bizonyos Zöldkereszt túraútvonal. Hát nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor láthassátok, hogy igaz, hogy egyhangú, meg egysíkú ez a túraútvonal, de viszont nagyon jól járható, tehát tényleg baromi jól járható, gyalogosan, kerékpárral, vagy akár lóháton is, mert baromi jól járható ez a bizonyos Zöldkereszt túraútvonal, de viszont ugyanakkor eléggé egysíkú is, meg hát tényleg van egysíkú valójából konkrétan, de ugye vannak ilyen túraútvonalak is, amik ilyen egysíkúak tulajdonképpen, mint például ez a Zöldkereszt is. De viszont egyáltalán nem mondanám úgy nehéz terepnek, mert egyáltalán nincsenek nehéz terepviszonyok ezen a útvonalon, ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon. És akkor haladok tovább természetesen, és lassacskán majd a végéhez fogok érni ennek a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalnak, hisz hamarosan bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba, és ott fog véget érni konkrétan ez a Zöldkereszt túraútvonal, és ezáltal több mint valószínű, hogy az én sétám is ott fog véget érni, amikor majd ez a Zöldkereszt túraútvonal bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba. Abba a zöld sáv túraútvonalba konkrétan, ami Balatonfüred és Hidegkút között található. És akkor haladunk tovább. Hát lányok és fiúk, lassacskán, ahogy mondottam a előzőjekben, véget fog érni ez a Zöldkereszt túraútvonal. Tehát hamarosan a végéhez fogok érni konkrétan ennek a Zöldkereszt túraútvonalnak. Hát én konkrétan már látom is a végét neki tulajdonképpen, ahol véget ér ez a Zöldkereszt túraútvonal, ahol végül bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba. Na, jányok és fiúk, akkor haladunk tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, aminek még meg is tudom mutatni néktek a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen baromi jó ki van jelölve. Mondjuk itt Balatonfüred környékén a legtöbb túraútvonal baromi jó ki van jelölve, így hát ez a Zöldkereszt is baromi jó ki van jelölve konkrétan, itt Balatonfüred környékén. És akkor haladunk tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, így a sétánk vége felé. Hát lányok és fiúk, lassacskán a Zöldkereszt túraútvonalnak a végéhez fogunk érni. Lassacskán, mert tényleg lassacskán a végéhez fogok érni. És konkrétan ott fog véget érni az én sétám is. Erre a vasárnapi napra, illetve a videózásom is. És akkor szépen haladunk tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, aminek meg is tudom mutatni a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen itt van. Most pillanatokon belül meg is mutatom néktek, hogy itt van a Zöldkereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Én a továbbiakban majd arra felé fogok haladni, ahogy mondottam a előzőjekben. Hát íme, itt van a Zöldkereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Hát lányok és fiúk, hogy láthassátok ezen a felvételen, én még mindig a Zöldkereszt túraútvonalon vagyok, éppen ugyanúgy, mint ahogy az ezt megelőző videóimban is, tulajdonképpen ezen a Zöldkereszt túraútvonalon bókláztam, és ez természetesen ebben a videóban is így van, hogy ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon bóklászok, ahogy látható ezen a felvételen. Haladok is tovább ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És a továbbiakban arra felé haladok, csak vissza kijövök az útra, így né, szépen vissza kijövök az útra, és már folytatom is tovább a én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkereszt túraútvonalon. Közben van itt egy vadászles, egy magasles, ahogy látható ezen a felvételen, íme,
Közben van itt egy magas lesi is, ahogy látható ezen a felvételem. És akkor szépen haladok tovább ezen a bizonyos zöld kereszt túra útvonalon. Itt Balatonfüred környékén. És itt jön egy újabb erdei útelágazás, méghozzá egy elég nagy elágazás. Hát íme lányok és fiúk, így néz ki a közvetlen környezet. Íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezet. Hogy látható ezen a felvételen. Íme, így néz ki a közvetlen környezet. Íme. Hát egy kisebb tisztáson vagyunk, ahogy látható ezen a felvételen. Íme lányok és fiúk. Egy kisebb tisztáson bóklászok. Íme. És lassacskán végéhez is érek a én kis sétámnak, hiszen pillanatokon belül bele fogok torkolódni a zöld sáv túra útvonalba, ugye, ahol véget ér konkrétan ez a zöld kereszt túra útvonal. Tehát most pillanatokon belül beletorkolódok ebbe a bizonyos zöld sáv túra útvonalba, ahol konkrétan véget fog érni a zöld kereszt túra útvonal. Na, jányok és fiúk, akkor haladunk tovább. És ahogy mondottam a előzőjekben, ugye pillanatokon belül végéhez érünk a zöld kereszt túra útvonalnak, mert tényleg most már pillanatokon belül a végéhez érek, hiszen már konkrétan itt van a vége ennek a bizonyos zöld kereszt túra útvonalnak. Tehát konkrétan itt lesz mindjárt a vége, pillanatokon belül konkrétan. Hát lányok és fiúk, megérkeztünk a zöld kereszt túraútvonalnak a végéhez, mert valójában ezen a ponton, ahova éppen most megérkeztem, itt torkolódik bele a zöld kereszt túraútvonal a zöld sáv túraútvonalba, és valójában itt ér véget az én kis sétám is, hiszen ugye ezen a ponton ér véget ez a bizonyos zöld kereszt túraútvonal. Hát arra tovább a zöld sáv túraútvonal halad, tehát arra tovább a zöld sáv túraútvonal halad, meg a piros sáv túraútvonal halad arra tovább. Ugye a zöld sáv az halad egészen Hidegkútig, míg a piros sáv a Noszlopi Gáspár kilátóig vezet csak, és ott ér véget a piros sáv túraútvonal. Tehát a Noszlopi Gáspár kilátónál ér véget a piros sáv túraútvonal, a zöld sáv túraútvonal, ami ugyancsak abba az irányba halad, az egészen Hidegkútig vezet. Hát lányok és fiúk, de viszont ugye a zöld kereszt túraútvonal az viszont itt ért véget ezen a ponton, lányok és fiúk, tehát itt ezen a helyszínen ért véget a zöld kereszt túraútvonal, amit meg is tudok nektek mutatni. Hát íme lányok és fiúk, itt látható a zöld kereszt túraútvonalnak a vége, hisz beletorkolódtunk a zöld sáv túraútvonalba valójából, tehát itt van ugye a zöld sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Hát erről a zöld sáv túraútvonalról ugye azt kell tudni, hogy az elindul Balatonfüredről a vasútállomásról, és tart egészen Hidegkútig ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal, míg ez a piros sáv túraútvonal, aminek itt látható a jelzése, ez elindul Balatonfüredről, a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, ez a bizonyos piros sáv túraútvonal. Ez a zöld sáv túraútvonal, meg ahogy mondottam az előzőjekben, ez is Balatonfüredről indul, de a vasútállomásról, tehát ez a vasútállomásról indul Balatonfüredről, és tart egészen Hidegkútig ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal. Hát a zöld kereszt túraútvonal, amin meg mi jöttünk, hát az konkrétan itt ér véget, tehát itt ér véget a zöld kereszt túraútvonal, és valójában az én sétám is itt ér véget ezáltal, mivel a zöld kereszt túraútvonalnak konkrétan itt van a vége ezen a ponton, hisz beletorkolódott a zöld kereszt túraútvonal a zöld sáv túraútvonalba, aminek itt látható a jelzése. Hát lányok és fiúk, ennyi lett volna az én kis sétám ezen a bizonyos zöld kereszt túraútvonalon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is.
meg hogy velem tartottatok ebben az újabb sétában is. Köszönöm szépen, lányok és fiúk. Az én sétám az konkrétan itt ér véget, hiszen a Zöldkereszt túraútvonalnak is konkrétan ezen a ponton van vége, ahol most éppen állok. Hát lányok és fiúk, akkor egy kis körültekintés. Így néz ki a közvetlen környezet, íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételem. Tehát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, íme. Én ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, íme. Hát lányok és fiúk, itt ért véget a én kis sétám, valójában itt a semmi közepén ért véget, hiszen a Zöldkereszt túraútvonal is itt a semmi közepén ér véget, mert ugye itt beletorkolódott a Zöldsáv túraútvonalba, ugye abba az irányba van Hidegkút, tehát Hidegkút az abba az irányba van, illetve a Noszlopi Gáspár kilátó is konkrétan abba az irányba van, tehát ő arra felé. És ugye itt ért véget a én kis túrám tulajdonképpen erre a mai napra. Hát lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és hogy megnéztétek ezt a videót is, meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Tartsatok velem legközelebb is, egy újabb sétálós videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Zöldkereszt túraútvonalról. Sziasztok, tartsatok velem legközelebb is. A viszont hallásra, a viszontlátásra. Sziasztok!